Én ezt akkor csinálom. Rohadjon meg. És a legszebb amúgy, hogy így is kezdődött a felvétel, hogy én ezt meg fogom csinálni, rohadjon meg. Na, de köszöntök szépen mindenkit. Ez itt újra egy hirtelen jövő buszozás Balázssal. És most egy igazán szép társaság itt összegyűlt, az illusztris pag. Szóval itt van egy Morgan. Aki nincs itt. Aki nincs itt. Itt van Dávid. Aki nincs itt. Igen. És itt van egy Lacsek is. Aki nincs itt. Úristen, mi ez a sok ember, aki nincs itt. Te szörnyű. Na, akkor hol hagytuk abba? Az utastörésnél. Nézzük. Ó, már négyes szint. Menjünk egy ilyen kertvárosi, mindjárt mindent rágászunk. Az igen, jó, hát akkor mondhatni, beletaktiválva Geri által, a régen volt már, nincs szitkozódás. Abus, igen, szia. Most már ilyenre szólítás alakul, de hát tudod, általában erre megvan egy jó vélemény. Az igen, valaki nagyon-nagyon izé. Elkezdte retkelni ott a billentyűzetet. Na és hát akkor mi újság Geri? Mondani. Akkor megkérdezlek itt a cseten, mi újság? Mikor is akarsz kezdeni pontosan? Ki? Te. Már megy a stream, te okos! Gratulálok, még be is mondtam, vagy ezért, hogy itt vagy. Hát, köszi szépen. Jó, akkor best of bass benne lesz, na hello. Mikor akarsz kezdeni? Amikor mi akarjuk most. Meg két perc, azt már megkérdezi, mikor akarsz kezdeni. Öcsém! Na jó, hát akkor sziasztok. Jó, úgy tűnik, hogy nekem meg így... Ez úgy látom, ez a részek sofőr kalandjai 3D, amit itt csinálok. Úristen, -530-al kezdeni, semmi új. Hogy bírod ezt a kellemes időt? Bocsánat. Szia, madarasi! Na jó, ez már túl sok volt. Kezdjük újra. Oké. Na. Mesélj valamit te is, madarasi. Minden rendben van. Jó az idő. Jó a játék. A 49-es busz következik, ami Miskolcon nincs. De biztos, hogy Pesten van. De még lehet. Igen, valahogy elég fura, hogy Miskolcon. 44-es busz van, meg 43-os, meg 45-ös, és nincs több. Köszönöm szépen, Attila. Szívesen. Na, akkor viszont remélem, hogy beköszönsz végre a nézőknek. Ki? Morgan. Jó. 44-es szónokon is van. Ó, na. Közeg szerint eme fantasztikus járat. Ez máső is előfordul. Úristen. Hát, fordul, igen. De vagy meg! Inkább. Toyota. Wow, bedrifteltetem ezt! Angyja már! És nem akarok mínusz 500 ezer ponttal kezdeni. 140 pont mínusz. Hát, ez sem túl jó, de... A
Amúgy a valóságban milyen kemények az ilyen járatok, tehát amikor gyakorlatilag így mély, full üres járatba. Tök sokáig. És a 44-es szolnoki busz az merre megy? Madarasi, tudod? A végtelenbe is tovább. A végtelenbe is tovább? Na. Miskolcon nem ment régen a korához, ami most már Madaras Tesco lett. Most már Ocean, itt is van nagyjából egy 44-06-os. A jó van, nagyon hosszú szám. Ha? Az kemény. És hát tudjátok, főút is létezik olyan, hogy 44-es. Így van. Igen. Sőt, még 404-es is. De az út nem létezik. Technikailag nem. De létezhet. Igen. Létez, ez létezik. Nyáról azt szünetel. Hát nem tudom. Úristen, behoztuk pluszra. Oh my god! Pluszra behoztuk a minuszt. Ez az. Oh my god, így van. De... Na. 6 megálló van. És egyenlőre... Jó, bírjuk. Ez az igazi, foglaljunk el két sávot. 900-at meg az 1800-at. Kus. Kus. Ne dudálj. Én nekem olyan extra előjogaim vannak. Mint a középkorban a szülőknek. Minusz kérdőjel. Ja. Ja, most a nyárat szület... Ja, értem. Szóval merre ment az a busz? Tehát merre menne? Igen, tartunk egy ilyen buszos ki... Zét kibeszélő showt. És most jöhet a Kuana. Igen. Egybe. Hát, jó, azt gondoltam. Csak elszültem tudta az úzé. Kezdődött meg a végállomását is. Úgy értettem. Most a nyár miatt nem jött be, ahol lakom, csak a telepi. Aha! Értem. Csak két tenni. Hittem. Hát most találtam buszmodelleket, hát természetesen minden lényeges benne volt. Volt körös volán is. Nice. Volt egy alba volán. Meg ilyenek, úgyhogy ja, volt itt. Régi, én is megláttam, hogy régi Porsche volánt. Hú. Igen, látszik, hogy nem... Szóljatok rám, nem kéne, nem mindig kéne kommentet olvasni, amikor veszetek. Ez a ruttat figyeld. Igen, nekiálltam, ezért... Elkezdtem olvasni, aztán ezért egyszer csak azt láttam, hogy a váratlapból elém állt egy villanyoszlop. Lesbe támadom villanyoszlop. Igen. Nem tudom, hogy jól van egy, de... De hogy utána ezt mondom, végső út is Sandra vagy az autóbusz. Hát menjünk, mi is egy végső úton egy strand, az jó. Igen.
Na, ennek örülök neki. Na, ilyenek a jó haverok. Akik ilyen minőségi tartalmakat tudnak hova tenni. Szia Bence! Most sem megy a sávtartás? Hát nem! De erről csak is... középtartás. De erről csak is a játék tehet. No. Ó, szia Da Capo! Na, de jó, hogy összegyűltünk. Én mindig van ez a játékban. Ez még nem én írtam. De majd tényleg lesz egy olyan is, amikor... És az lesz a vége, úgymond a streamnek, hogy majd nekiállunk modolni. Pályát fogsz írni? Átírom a játék szabályokat. Meg nem létező íveket fogsz használni. Így van. Piros lámpát. Hát a piros lámpát kaptam, nem, most nem lesznek hangeffektek. Hát most... Amúgy egyszer át kéne állítanom, halljátok, majd szóljatok rám a izét majd a... Most nem tudom mennyibe megy, hogy 720p-be vagy 1080p-be, de egyszer át kéne írnom. 720p-be. Rohadt életbe, akkor majd valamikor át kéne írnom. Igen, most már nem ártva fejlődni 4K-ba. Jó, jó, hát nem mindenki olyan izé magas fokú streamer, mint te. Mint a VR. Mint a VR. Ja, mert, ja, és... Da Capo, megvan a következő játék, aminek te tudod, hogy mi lesz a címe. Úgyhogy megvan a következő végigjátszás. Van igen. A következő játát hangorkánnal? Ne! Ne! De... megvan a következő játék. Beengedsz? Beengedsz? Na. Beengedsz? Mondjuk ez a legrealisztikusabb, hogy itt garázstól garázsig kell menni. Nice. Na. Megkaptam az újongást, haha! Na nézzük. És kaptam tapsot is, hát... Ja, elérzékenyülök. Na, megint egy izé lesz. Üzleti. Észítem, az a játék hosszabb, mint a Farming Simulator 22. Miért? Kajak olyan hosszú. Ne szívas. Szíves. Ja. Hát, akkor Balázs Zsip. Hát akkor ez egy jó ideig el fog tartani. Év végéig. Igen! Ja. Hát akkor menjünk a sandbox. Amúgy szeretem, hogy kifejezett a sandbox játékokat. Én azon néztem, a Magyar Telekom csodá... ADSL netén... Mi van? Van még olyan net, ami így megy 2024-be? Hát tudod... Meg a bit... Faluhelyen ilyen izé jó internet van, mint az Invit... Ja, mi? Jaj, ne, az Invitet nem legelőst. arról voltám aztán egy izém. Na, látod a tepaitól, meg a flakon is megborul. Igen. Ne. De. Invitel az egy vicc. Így van, Geri, abszolút egyetértek. Inkább egy rossz vicc. Így van. De utáltam, mikor nekem is az volt. Jó, hát akkoriban majd 2007-2008-ban az, hogy a 2 megabit per szekundum, meg az 5 megabit per szekundum, akkor még nem volt rossz.
Telekom a legjobb. Ezzel vitatkoznánk. Szerintem a Digi az jobb, már olcsóbb. És ez egy kicsit jobb is ezé a net. Igen, jó. Főleg a feltöltési sebessége. Igazából én azt mondom, hogy a Telekom nekem a legmegbízhatóbb inkább, nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Mert sosem voltam Digis. Én voltam. És jó volt. Most, hogy Telekomos lettem, ez most rosszabb. Nem már. De. Ja, akkor ki lehet beszélni, kinek milyen nete van, melyik szolgáltatónál. Hát én akartam mondani, hogy jó netem van, erre most dobott le a Discord, meg vissza internet probléma miatt. Na hát... ez nem lehet véletlen. Igen, mert pont ekkor volt az. Igen, elkezdtünk beszélgetni. Oh, fuck! Hagyj gyerekek, VLC-t le is ta... Azt! Azt a mocskos rohadt! Hú, ezt gyerekek, ezt kell kiklippelni! Mit csinálják? Hogy nem volt az ütközés? Az nem tudom, de az ami isteni mentés volt, hogy nem lett ütközés. De várjál is, valami büntetés pedig kaptál? Büntetés, 40 pontot kaptam, de azt hittem, hogy gyakorlatilag elviszem a VLC-t, így leuninstalálom, meg utána neki is megyek a következő autónak. Na ez a jó gyerekek, mint a románok az autópályán, csak egy kamionnal, itt meg buszon, így három busz így egymással, így Battle Royale módozik. Battle Royale az M3-as van. Igen. A passengereim hapik. Na. Amúgy ezt a stadiont, ezt nem tudom, amúgy ezt egy izének szánták, így Colosseum 2.0-nak. Puskás Ferenc stadion. Ja. itt a grafika elég gány amúgy, vagy ilyen fura a köd. Na megint VLC-k vannak, engedjél be. Na mindjárt olvasom a izét, hogy mit írtatok, csak... Adj helyet magad mellett. Csak igen. Adj helyet, így. Ó, tudtad mikor kezd zöldre váltani? Helyes. Az igen! Hú-hú! Azért meg nem volt le semmit. Konkrét. Értem, tehát ha neki megyek valaminek, az mínusz 100 pont. Ha átmegyek a bűső, mínusz 200. Ha elviszem a jelzőtáblát, az semmi. Le van szarva. Igen. Na, szóval nálam Zénet. Az még Zénet? Az milyen szolgáltató tekapó? Milyen vodások vagyunk. Igen, a voda az régi UPC. Vodkások. Digi, aha. Van Telekom optikai net, a lénakom ott nincs. Hát akkor, Madarasi, azt be kell jelenteni. Na, halló, mindenkinek arra kell visszajönnöm, hogy kidöntöttél egy lámpaoszlopot? Na végre már visszaérkeztél. Hol voltál? Igen. Erről már nem akarok nyilatkozni. Szarok rá, mond. Így is már siettem. Ó, köszönöm szépen. De halló mindenkinek. Úristen! Végre már beköszönsz! Azt mondja... Úristen! 18 perc után... very big. Jó, hát egy kicsit késtem, mint a MÁV, de csak egy picit. Na, akkor te is meséljél! Neked melyik a net szolgáltatód és miért? A Flakon GSM. A mi? A Flakon GSM az! Mikrohullámú. Várja, a mikrohullámú az a izé? A sütő? Az a parabolás, tehát az a parabolás net az amúgy. Oké, azt hittem véletlen nem fog érzékelni a tippe. Hát de. Hencsére érzékelte. Valaki azt mondta mikrohullámú. Nem! 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 A rohadt életbe! Abban a pillanatban, amit kimondtad, nézd, mert most miattad elvesztettem 210-et! A rohadt életben! Ez a te hibád volt, jó van, te szemét!
Rádió, panet. Oh my god! És tele bekapcsolja izét a mikrohullámúter, meg elcsesztem, kész, ennyi. Addig tökéletesen mentem. És beindul a mikro. Mikrohullámok, na. Meg kell állítani ezt a... Letöltés. Letöltés, 40-12, feltöltés, hát az se a legtöbb, de még az mondjuk ráélvezhető. Na várj, azt hiszem én erre rá tudok kontrázni. Na. Net. Speed. Excuse me, what the actual fuck? Gyerekek, mentsétek le ezeket a videókat. Köszönöm szépen ezeket a klippelteket. Ezek úgy mennek a best of-ba. Hát elsirád! Hát füstölni fog a best of ezektől a izéktől. Nem váltasz át! Rohadj meg! Csátlád! Istenem, nem igaz már! Na megint ezek a nem váltások. Igen. A mocskos életben már. A nem váltások, igen. Már megint kezdődik. De erről nem fogunk itt most izé népszavazást tartani. Nem. Hogy most izé engedélyezitek-e az irányváltásaimat? Szívógeci. Engedélyezitek el a szívógeci. Most átmegyek. Nem, ő szerintem helikopter akar lenni. Helikopter, helikopter. Rilikopter, rilikopter. Mi van olyan a fékkopter? Az mi? Ő nem érdekel. Ó, majdnem összejött a plusz 300 pont. Hát ez nagyon gagyi lett. Nem akarok. No. Na. Menjünk tovább. Somegrad City. Na. Na, ez szerintem megint egy ilyen körös izé lesz. Jó kis New Yorki busz, csak piros színről. Nem bát a szád, de átvált. Köszi, Bence. Nekem amúgy ez a kedvencem amúgy. Esküszöm! Ez a rívvált eszet. Stream eleje ki lett mentve, ahol megkérdezem, hogy mikor kezdesz. Igen. Igen. Nők is tudnak, hát... az biztos. Jaj, gyerekek. DC Chopiba. Chopi? Chopiba! A csopiba tegyétek be! Azon belül az utóhatásokba. Köszönöm szépen. Jó. Betetted már. Betettel! Betetted már. Akkor tegyed be. Utána pedig vedd ki és újra tedd be. Hát ez sound. Aj, ez megy. Jó, itt van. Na, kész, ennyi. Látjátok, így kell szabályosan. Mire fel? Ugye milyen szabályosan álltam oda be? Beálltam. Hogy az Istenbe? Hát úgy voltam vele, hogy elnéztem a sávot, de mondom, akkor már ne álljon oda senki.
Befoglalózta a sávot. Igen, nyomtam egy foglalót. Húzavonat. Na nézzük, mik vannak itt. Á, itt van az én finktom a legtöbbet szobról. Hát ez még az ég felé is mutat. De nézzétek, oda kuláztam. Igen. És most éppen halálos iramban így legyorsultunk azt a buszt. Konkurenciát. Online generáció, dot online. Betast le. Ezek az érdekes reklámok. Na jó, battast le. 42. Oktán 66. És nem folytatjuk tovább a 66-nak a izéjét, mert azt tudom, hogy mi lenne. Látod, ott még az energiaitalban is, az energiaitalt is oktán számba mérik. Olyan a plakátokat ki lehetne cserélni? Biztos, hogy ki lehet. Tetszik az ötlet, ahogy ott a házba beleépült a jelzőlámpa, csak úgy mellesleg, úgy elmondom. Jó, hát... 2007-es játék. Hát ha olyan struktúrájú, mint az Urban Scooter Challenge, akkor biztos. Nézzétek azokat az amcsi zászlókat. Milyen gyönyörűen mozgatja őket a szél. Ja nem. Ja nem. Mit mond a 08-osoknak? Szép az övet. Ó. Nem! 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 Ó! Na, 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 na! Ez az... Úgy! Ah! Így elbassza! Nem! Á, Istenem, most pont nem. No. Itt kijövünk. Merre kell menni? Itt bemegyünk. La 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 la, röcsi möcsi. Hát itt úgy látom, hogy valakinek komoly szélgölcsei vannak. De ennyire? Valakinek meghúzzák a fogát, vagy a farok csomóját. Mert nem értem, mi volt ez a hang. Úristen, baby! Very big. Nagyon érzésem, hogy nem véletlenül fosnak az utasok. Igen. Nem, most nem érdekel. Most ne át... Mi az Isten? A kínai miniszterelnök rajta ül a buszon. Bent ül a Mici Maszkó. Hol? The design is very human. Na. Hogy hallom, hogy bevették az espumizánt az utasok. Ja, hát igen. Igen! Hogy bevették, hogy bevették. Gyerekek, Washingtonban vagyunk, nézzétek már ezt a izét. Helyet. Tiszta Washington. Ott van az izé, az ordinári nagy dildó, ami a fehérház előtt van. Itt van maga a fehérház is. Hát... Oh my god! Jó. Oh my god! Mekkora dildó. Ja, mekkora dildó. Oh my god! Igen. Ja. Na, itt már most lemegyünk a nekem lefoglalt sávba, és szépen végigmegyünk.
Hát nem tudom, miért valaki úgy gondolta, hogy színusz hullámokat rajzol, de hát akkor az azt jelenti, hogy nekem van fenntartva. Neked van elsőbséged? Csak én vehetem igénybe. Tudjátok, hogyha már senki nem veszi igénybe, igénybe veszem én. Ez a Balázs sáv. Így van. A Balázs sáv. 17... Anyád! Na jó, azért... Az kemény. Azért ez a rohadjál meg kategória amúgy. Ez mi? Amúgy igen. Ez what the fuck? Ez mi volt? Hát... Csóri úgy gondolta, hogy ő gyorsabb, ő megoldja okosba, de... No. Nem vette igénybe a buszsávot. No. Hát úgy gondolta, hogy ez a halálosabb iramban 8. 88. Végre most már nagyon happy-k. Elmondtam, hogy takaroshat az, aki nem boldog a buszomról. Veri az élet, veri happy. Very az élet, very happy. Azért, na jó, azért, ez mondjuk egy kicsit mocsok volt. Valószínűleg azért boldogok az utasok, mert túlélték a koromból. Igen. Yes. Ja, oké! Okay. Ez ugye bevágtál elé. Viszont sikerült jönnöm. Na, szia Geri újra. Megsértődött. Megsértődött az AI, jó van. Az lehet amúgy. De kapó, lehet, hogy most mondtál valamit. Gondolta, hogy bevág elé. Csinál egy büntetőfékezést. Na, azaz. Buszrál be egy buttató fékezés, nagyon jó, köszön. Elment az áram. Ó, az szívás. Főleg nyáron, amikor elmegy az áram. De akadzak szerint az internetről való beszélgetés, ez egy veszélyes téma. Igen. Nem csak az internet megy el, hanem már az áram is. Hát meg mások is el szoktok menni, de ez egy más téma. El a WC-re, igen. El a WC-re, ja, hát egyetem, hogy erre gondoltam. Kus! Meg kellett állni, megálltam. Rá se ráncs. Oké. Okay. Nem fog rá rántani. Legalábbis most. Oh my god! De hogy... Nézzétek meg, még nyomom padlógázzal azt az Isten verte buszt, és nem lehet pontosan beérni. Lehetetlen. Tehát ez lehetetlen. Annyira idegesítő tényleg, hogy az első szintet leszámítva a többinél a menetrendet tartani, az egy isteni csoda. Azt nem tudom, ki írta. Ah, szerintem volt egy elég dolog, olyan válasz, hogy nem volt. Az álom, hogy... Na. Az igen, on time bónusz 0. Nagyon jó. Egyet se láttam még. Konkrétan 0-át kaptam. Na. City Connector. Nem, most megkonnektáljuk a City-t. Megkonnektáljuk? Na szálljatok fel! Úristen, ez is egy 7 perces vonal. Elszakadt ide? Hát lehet. Na, beengedsz? Köszönöm. Hop.
Ja. Ja, ez a legjobb, igen, ez a... Már várom, hogy mikor cseszed el. Kezem a fingon. Nagyon már is cseszted. Már is cseztem. Mindegy, úgy voltam vele, hogy a másik kollega amúgy is félre akart állni. Láttam rajta. Csak segítettem neki. Ez kurva jó. Most mondjam azt egyébként, hogy a játék modolható. Kajak! Kajak! Mert az SCS fájl, ami a... Igen! Ami az izében van a főkönyvtárban, az csak egy zip fájl. Ja, tudom, ezért mondtam, hogy majd fogom átírogatni, tudom. Arra gondoltam, igen, hogy az SCS fájl az átírható. Akkor készülhetnek a plakátok? Oha, úgyhogy... Úgyhogy gyerekek, lehet akár plakátokat is beküldeni. Akkor készülhetnek a soros plakátok. Az. Amúgy gondolkodtam, hogy ezt kimondjam, de aztán rájöttem, hogy te majd valószínűleg úgyis mondani fogod. Valaki kifogja, mi? Valaki úgyis megteszi. Igen. Direkt nem akartam politizálni. Én se. Ezek az emberek nem tudnak. Ezek az urak nem tudnak politikamentesen beszélni. Viszont Balázs, egy fontos kérdés a számodra. Nem. Én azt akartam volna megkérdezni, hogy jobban bont... Oké. Van még kérdés? Én azt akartam volna megkérdezni, hogy jobban bont a szordont, mint a füded. Aha. Végül is busszal lehet. Hát lehet. Megérkezett. Végre itt van, megérkezett. Úristen, gyerekek, tartjuk a menetrendet! Oh my lord! Azt a micsoda angolos. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Gyerekek, most jön a legrosszabb rész a dolgoknak. A Family Frost. Köszönjük! A Family Frost. Ez a legrosszabb része! Ó, gyerekek, ez nagyon erős izé lesz, best of anyag! Mert ez is klipbe amúgy. Igazából a játékban már csak azt a Mao Tse-tungos propaganda zenét tudnám elképzelni. Mi van? Az. Mao Tse-tung, mi van? Igen. Nem akarom bevágni. Én akarnám, csak lusta vagyok. Nem akarom, hogy a másolás jobb így. Benne beleszharjon a dologba. Ma később. Ez az másolás jobb beleszhar. Úgy érzem, hogy Dávid nagyon valami elmebeteg dologra készül. Szóval gyerekek, nagyon jó lesz. Ez a stream hát, is.
Megérkezett a tolfejvásárló. Dunákat, párnákat, kacsatolla, ajatolla, régi használtolla. Nem fogsz te ugatni, ahova? Bármilyen toll van eladó, tessék szólni, vagy a középsúlya kiinteni. De hogy én azon gondolkodtam, bármilyen toll van eladó. Tehát azt jelenti, hogyha én veszek egy ilyen golyós tollat, azt is megveszi? Hát benne van, hogy toll, úgyhogy köteles. Tényleg, ha már Family Frost, akkor a játékban ő lesz a fő boss? Mi? Az lesz izé, hogy így... Na, tényleg Betudóját akarsz, hogy izé, hogy az legyen a fő boss, hogy izé, hogy elindulok ő az egyik irányba, én a másik utasokat kell lopkodnunk. Igen, úgy mint a Super izé, Driver 2006-ba. Ott is izé egymással lopkodjátok az embereket. Főleg amikor azt az egyel úgy megküzdesz, hogy tönkre megy az autód is belé. Buszos Battle Royale. Kiszállítja el a legtöbb utas. Ja. Akkor vannak ilyen random zavaró tényezők, mint a Family Frostos kocsi? Aha. Igen, hogy eléd megy és büntető fékez. Tü-tüm. Sky Resort. Jaj, ezt utálom, erre emlékszem, ezt utálom, ezt a pályát. Nekem már tetszik. Ne legyél ilyen, izé, szadista. De tetszik a hav. Eszembe jutottja még a jó időjárás. Ez az végre van valaki, akinek a tél a jó időjárás. Nem vagyok egyedül! Jéj! De miért? Én jobban szeretem. Én szeretem a nyarat, amikor nincsen 8000 fok. Én ezért utálom a nyarat, mert folyton 8000 fok van. Detto. Az na, igen, megint utastörés volt. De ez drift. Igen. És te, hova tűntek a pontjaim hatorítóért? Ez nem Need for Speed, bazzak, hogy pontot megtérte. Eltörtek az utasok. Pedig... Javasszus. Family Frost. Jó van, még egyszer bejátszódik a Family Frost, akkor valaki vegyen már valamit. Ez az! Közös Need for Speed, de melyik? Nem tudom, Underzover. Esetleg. Én adnám. Keresek hozzá random modot. Keres. Okay. Gyerekek, ez volt még a könnyebb része a róknak. Az első megálló. A következő, azt hiszem, az utolsó lesz az, ami irgalmatlan.
Vista Gletscher Hotel. Vista, miért nem XP? Na ez az. Már van álló utas is. Nem, nem úgy. Fúj. Hát hogyha úgy fog állni, addig még le nem száll. Nem, most nem driftesz. Oh my god! Fekvőrendőr is. Azaz. Akire fel lehet állni? Fúj! Nem ez az a pálya, ahol lehet még egy alagúton, és akkor már hirtelen tavasz van. Ez nem. Ez az a pálya, ahol nagyon keskeny az út, lehet driftelni. Az jó. Lehet driftelni, az jó. Látjátok? Ohohoho! Benébe! Úristen, megint izé törés van. Utas törés. Csak ellenőrizni akartam, hogy van-e még erő a motorban, hogy fel tud-e kapartatni. Nyugalom! Crazy! Azzal nem fogok játszani. Nehogy nem. Azzal nem. Oh! Nem! Van belőle. Rohadj meg! Mindenki leszáll. Na, mindenki. Menjetek a Neon kávézóba. Ezt meg büntetés utoljára. Nesztek, hogy rohadjatok meg! Na, az a 10 ember még nem tudja, hogy mi vár rájuk. Így van. Jó kis déjà vu. Azaz. Nyisd ki az összes ablakot. Kár, hogy nem. Lehet olyat? Nem, sajnos. Igen, ezt üzenem annak a 10 embernek, aki felszáll. Azaz. Azt a kurva. Mondtam már, hogy utálom ezt a pályát. Hát... Idáig eljött a Family Frostos. Az biztos. Végre itt van, megérkezett. És most a domb jobb oldaláról így eléd ugrik, és úgy büntetőfékez. Berki Krisztián? Igen, a Family Post-tal. Berki Krisztián a következő életében büntetőfék szakértő lesz. A következő életében egy busz lesz. Egy busz. Azon nincs gáz, csak fék. Így van. A zsidás fékrémet. Amúgy én is elfogadnák, ha nem kéne diétázni. De nem sokáig. Nem! Hú! Azaz! Holy shit! Mink? Nem. Toyota. Ez a Toyota fing. Amikor a Toyota kifingik. Toyota.
veszel el a kipufogó? Ez az, várjál, beindítom az autómat. És akkor így, ezért beindul, és akkor... Úgy gyerekek, nagyon megyünk. Várjál. Nagyon megy. Balázs boost hajt, nagyon ideges. Két kézzel, egy kézzel, kéz nélkül. Kéz nélkül, azaz. De hát amikor megy a... Hát amikor megy a Drifto, akkor kéz nélkül megy. Driftos. Driftos. Na. Nyugalom emberek. Nem haltatok meg eléggé. Eléggé. Nem kicsit, nagyon. Ne. Mi az a kalippó? Ne! Ékrém bizony. Sehet itt valami eltört nagyon. Eltört bizony. Kus. Nem van, nem tudod, csak add meg Echo Family. Nem, ez, hát akkor építs egy Tesco-t. Duplóból. Járj oda. Tessék terjeszteni, még szétjobban a tudást, és járni Tesco-ba. Úristen, de utáltam ezt a pályát mindig. Nekem tetszik. De csak azért, mert hab. Meg Balázs driftjai miatt. Ja, hát ez egyértelmű. Na, való életben is örülnél, mi? Oh my god! Ez lenne a reakcióm, igen. Intrudia discret. Parancshoz? Ez most... Excuse me, what the actual... Azt hiszem eltört a fülem belül. Valami eltört. Ragazd meg! Ragazd meg! Na milyen angol ez? Hát itt már nagyon sok minden eltört. Neki a megállónak, jól van. Igen, most már... Közben meg én komolyan gondoltam az egészet, azt vásároltam a Family Frostnál. Na, látjátok, Dávid, ő a legkomolyabb ember. Ő nem szarakodott. És mit vettél nekem? Sartridge-re. Igen. Vettünk neki egy jogsit. Sárfagylaltot. Busztra. Vettünk neked egy marék fingot. Remélem örülsz. Nem. Nem, mert az nem hideg. Embertől. Ráadásul nincs neki eper íze. Miből gondolod? Mangós málnás. Mondom én. Oké, van a gajd, a vegyi gondolom, a legutányban jól sejtem, hogy a 150 forint szerűsé. Hát, az agydások azok a jók, oké. Meg az alkaidás ízék, ja. Az alkaidás ízék? Mi van? Hát az alkaidás ékrém. Mi őszívből? Őszívből. Ez milyen, ezt meg... Meg...
Őszintén megmondjam, meg is kérdezte az eladó, hogy mennyire hallatszódik a izé a Dudának a hangja. Mondom, nagyon jó hallatszódik. Így van. Várjál, azért ez máshogy is hangozhatna, hogy elnézést, mennyire hallatszódik, mennyire hallatszódik jól a Dudám. Igen. És hány Dudámat látja? Igen. Az, igen, az. Az összeset. Az összeset. Gyerekek, ez nagyon-nagyon ezért ez... régen volt már egy ilyen széteső, és mégis olyan beteg. Ilyen elború stream. Ja, ezért sem volt az előző streamet is, aki nem látta, az nézze végig, már az se volt piskóta, de ez... Hát az, amikor végre a játéknak láthatod az anyját teljes képernyőben. Igen. Az felbecsülhetetlen. Melyik anyját? A K.A. anyját? Vagy melyiket? Hát a Full HD-s anyját. Vagy az Ultra HD-s. Ja, tényleg, az igaz. Ja, igen, hát az felbecsülhetetlen bizony. Én mindig látni akartam. Azt szokták mondani, hogy nézd meg az anyját. Vedd el a 4K-s monitorját. Igen, vedd el a 4K-s monitorját! Na. Ott megy a Morgan felé tartó Express. Morgan felé Tarkó Express, igen, mi? Igen, Tarkó Express, igen. Morgan felé tartó... A Tarkó Express. Jól van, még én is belezavarodok. Köszönöm! Na. Hány ember száll fel? Igen. Köszönjük. Hány utas mer felszállni? Ja. De folyamatosan cserélődni Green Dragon Lane-en, no? Folyamatosan. No. De mitől Green Dragon Lane? Ez úristen, ez hogy néz ez ki? Megalkottam a Reverse Uno kártyával a Csorfi Limatot. Mi van? Mi hogy? Hülye! Istenem, a hülye! Csorfi Lima! Nem normális, kész, ennyi! Szarom ez meg. Kész, oké. Hát ez a best of best of lesz a végén. Hát, ez már jobb, mint a kolbászos kenyeret. Igen. Ne! Ne már! Miért kellett kimondanod, mert figyelj, bekattan! Fúj! Istenem! Mindjárt be fog kattanni! Ez te hibád lesz! Baszki, még a cseter is visszafele írják! Igen! Kész! Csorfi Limaf. Igen, bizony, jól lehet hallani. Csorfi Limaf. Ezt tudod, hogy minek menne el? Tehát következő megálló bejelentő zenének így elmenne. És képzeld, hogy a BKK járatán nem az lenne trü-trü-trü-trü, hanem ez.
Vagy az Intercity, nem az lenne, hogy tüng-düng-düng-düng. Simán! Ezt tudom. Fél óra késés van, kedves utazsaink, lenézők, meg kellemetlenségekért. Nem áll madarasi, nem akarom, hogy bekattanjon. De már késő, leírta. Igen. És jön egy stopp. Jöhet a nagy londoni busz. Terenyek, sosszáblok, áblok, áblok, áblok. A rohadt életbe. Közben legyelted a mikrofont, vagy mi van? Nem. Ki? Csak sejmes hangomat próbálom kiadni, vagy odaadni. Prezentálom a sejmes hangomat. Na, szóval... Hát, ami nem tudom, inkább egy rozsdás bajszernek a hangja, de mindegy. Csor, pillimaf. Úgy. 89-es járat. A 98-as felé. Hát, ez van, ez van Miskolc. Mi? 89-es járat. Nincs. Gírbe sincsen sajnos. Gyerekek, hogyha valaha lesz családom, és lesz gyerekem, akkor így fogom elnevezni, hogy Csorfilimaf. Azt hittem a 89-es járatnak. Az lesz majd, az majd a lányom lesz. Ja! Nézd, 89-es járat. A fiam meg a Csorfilimaf lesz. És ki lesz a Toyota? A felesége. Ja? Toyota? A feleségem a Toyota. Kus! Ó, régen létezett Budapesten 89-es járat. Igen? Igen. Hát akkor alkossuk meg. No. De. No. Hallok, látok! 89-es. És tudjátok, hogy egy 89-esnek hol volt az egyik végállomása? Blahalúza téren. Blahalúza téren. Ott van a Blahai láma is. Így van. Igen. Dalai láma. Mostantól kezdve ez lesz, játékosok podcast szignálja, majd ezt fogjuk betenni most már adáskezdő zenének. Tudod, hogy mi a vicc, mert azóta megy a fejembe, visszafelé. Áááá, ez már unalmas. Már jó! Zseniális. Ez teljesen. Na, 11 ember már menekülés a buszról. Ennyi. Menekülés a busz elől. Nincs 44 Y. Kettős pontes. Aggódom. Te már 44 XYZ. Szóval akkor nincs. Hát elég szomorú, akkor ideje madaras, hogy akkor, hogy panaszt tenni kell. Igen, mindig panaszt kell beírni, hogy a faszérnél 89-es számú járat. Igen, meg 44 Y sincs. Szó szerint ezt leírni. Igen. Jegyzőkönyvbe, fosé nincs.
Ide elmődre is ideje lenne már ilyen helyi járatokat így beavansálni. Azt nézem, hogy igen? Van Debrecenben is van 44-es busz, Dunaújvárosban is van, Kaposváron is van, Miskolcon is van, Nyíregyházán is van, Pécsen is van, Szegeden is van, de mondjuk az megszűnt, Székesfehérváron is van, Veszprémben is van, meg Zalaegerszegen is. És a Balon? De már ott hogy... van, már mindenhol van. Igen. Itt Pesten is van 44-es busz, de csak egyszer mentem bele. Jolo. Igen, rengetegszer láttuk. Igen, a 44-es busz az az. Megy a Centenárium lakótelep. Centenárium lakótelep. Hát mindig azt látom, amikor rohagy meg. Tehát mindig azt látom, amikor elindulok a munkahelyre. Mindig azt mondom, hogy rohagy meg. Igen, amikor mindig valami jót akarok elmondani, akkor mindig valami bűnt ilyen. Hát, tudod, öt büntető. Öt büntető fény. Ez nem tudom, hogy ott a 44 aggódik-e. Hát lehet, hogy ott is aggódik. Hello! Na, már megint bünti. Ja, hello. Kemény két embernek kell egy nagy emeletes busz. Fat. Hát látod. Psa. Na, a helyzet az, hogy ezt is levittük. On time bónusz. Nos, itt vagyok. Ez az on time bónusz, izé, nulla. Hát pontos voltam, mint a halál. Na. Na szóval, a helyzet az, hogy a gold szintet leszámítva mindegyik mindez öt szintet teljesítettük. Akkor jöhet a gold szint. Ez az irány a hatos. Azt akarjátok? Abszolút. Igen. Tudjátok, mint akkor viszont most kivételesen duplázunk rája. Hát... Jó, akkor most végigvisszük. És utána nekiállok még modol. Következő alkalommal pedig megkapjátok a modoltat. Új, már 66-os busz. Ahol minden egyes reklámplakátnál kiszen tünde van. Igen. És az ő szemöldök. Vagyis neki a szemöldöke. Reményvesztetlen akar jeladni a naptárjait. Azaz. Pont azt akartam mondani. Ó, hogy... Igen, elfelejtettem. Ha egyszer akarnám betartani a mene... Ja, tényleg itt ez körjárat. Tehát ha egyszer akarom betartani, azt mondom, hogy időben elindulok. Két másodperccel hamarabb elindulsz. 80 por mínusz. Igen. 80. Aha. Yeah. 80 por mínusz kapsz a két másodperc, és te hamarabb elindulsz. Ide is kéne randomizáló, pontszám randomizálás kell.
Olyan randomizálás kéne, jó? Randomizálás kéne. Hát azt megnézem, hogy a script vezérelte. Fú, egyébként most így eszembe jutott, na milyen durva lenne, na ebből egy chaos modot csinálni. Na gyerekek, ez majd visszafelé vicces lesz. Mint a Family Frost. Ja. Nézzétek meg, hogy két irányba is. A buszos rádióban meg a nézem, érzem, szép műsor. Nem! Ne legyen, ne! Úristen! Keresett Tomival érdekelt fel. Nézem és érzem? Úgy nézem és érzem. A fingomat kár is lenézned. Jaj. Hát az a zene az csodálatos. Olyan gyönyörű, mint egy hajnali baleset. Hajnali baleset éjszaka. Nem mint a szürtek. Úristen, még 21 megálló. Te jó vagy, igen, milyen nagy. Egy tényleg very big. Úristen. Total score 4-20. Egészséges fejből, azért az önök annak. Aha. Ja, létezik olyan, igen. Persze, hogy létezik. Az a baj, hogy az nagyon egy így a világításra koncentráló zenekar. Világításra? Igen, mert neonosok. Lol. Na most adom fel. Még ne add fel. Még van remény. Erre pont most kellett fingani. Na. Tök jó egyébként, hogy nézem, hogy a küldetéseknek a dolgait is át lehet írni, hogy mit tudom én, hány ember szálljon fel meg le. Igen, de úgyhogy ez széjjel lesz szedbe, gyerekek. Ez jó lesz. Annyira tetszik, hogy az összes küldetésnél az utolsó megállónál a leszálló emberek száma 99. Ja, persze, mert az egy csúnya lenne, hogyha az utolsó megállónál egy fennmaradna egy utas. Én már pedig nem szállok le. Meg kéne igen. Úgy megkelni, hogy fent maradjon. Rendben, akkor kiakadna a játék. Oda nyomna egy orbitális üzét, végtelen mínuszpontot. Az eddig elért pontjait, ott leminusz. Úgy látom ezt a buszt, ezt ma már a második alkalom ütöm ki. Szerintem nekem bajom van azzal a busszal. Igen, mint Mr. Bean-nek a izével. A háromkerekű autójával. Ja igen, a háromkerekűvel, ja. Ez mindig megszívta. Igen. Nagyon utálhatod azt a buszt. Igen. Ó, most jut eszembe. Még egy dolog, hogy oké, most hogy végigvisszük a játékot, csak még utána lesz más is. Más? Igen, más is. Akkor tényleg elhasszuk az utolsó buszon, hogy fennmarad. Hát olyan lehetséges. Ja. Mindegy, az szét,
szét lesz hackkelve, úgyhogy majd utána úgy fog bévinni a játékot. Kus! Biztos, hogy már mindenkivel volt ilyen, hogy elaludt a buszon. Nekem volt? Hát nekem csak olyan volt, hogy elbubuskoltam és úgy szálltam le rossz helyen. Én úgy aludtam el egyszer buszon, hogy tettem egy teljes kört. Ez a legjobb. Az igen. Figyelj, a tesóm az nem volt szerencsés, mert ő 25 kilométerrel később kelt fel. Nézzétek be, mi volt ez a megálló? Ott a következő. Ennek mi értelme van? Hát... Ez tudod mi? Na. Ez egy utalás. A Bus Simulator 2008-ra. Ja. Ez egy utalás. Tényleg mi ez a távolság? Na tényleg, itt ez egy tiszteletet teszik. Kérnék egy takarítást itt. Na, végre egy kicsit messzebb lévő megálló. Na, kettő perc. Ja. Megkerüljük itt a várost a 66-os számú busszal. Amivel véghez lehet vinni a 66-os parancsot? Meg a 9-es tervet is. Meg a 69-eset is. Hát akkor az jó. Parti Buszwagen. A partibusz nem vár? Partiba vág immár? Az megállás. Dig, ennyi volt. Azt figyeljétek még, az AI is megszívta. Igen. Hol állnak azok meg, te jó ég? Most ezekkel mi van? Ez Kressz szempontjából nem ideális. Ja, aha! Szóval az IA is tud karambolt csinálni, aha! Ja, hát igen. Ja, az szép. És most, kedves utasok, kinéznek, láttok egy bűzölgő tavat. Na ebbe fogunk belehajtani. Igen. És az igazság, hogy most szakítottam a barátnőmmel. Az életem egyre céltalanabb, úgyhogy nem látok más kiutat, és akkor valószínűleg itt kezdenek ordibálni az utasok. Igen, feláll a szobából és külföldön távozik. Külföldre. Igen. Külföldiába. Úristen, nagyon tel lesz ez a busz. Sokan fognak kapaszkodni. Új. Igen. Hát kapaszkodjatok öcsém, mert megyünk majd mint a sakál. Meg akarom előzni. Meg akarlak előzni. Megelőzni a tűzoltó autót. Mi az, gyorsulási verseny? Aha. És én nyertem.
A detűzoltó autó az nagyon fire. Ó, hogy az a... Nagyon fire. Ez nagyon szörnyű volt, Morgan. Nagyon, nagyon fire. Hát ez akkor már lassan Traktor Racer 3, bazdnek, ott is izé ilyen fajta autókkal kellett száguldozni. Vagy hát teherautókkal, meg ilyenekkel. Next stop, Lisbon Grove. Mi ez az angol? Megint mi ez az angol kiejtés? Én kiejtem az angolt az ablakon, szépen. Ej, ej, ej. Anyád, már megint megszivatott majdnem. Kit maradtak az emberek, akit felvettünk. Nekem hely kell! Rohadjál meg! Adj helyet! Adj helyet magad mellett! Adj kenert magad mellett! Tíz megállom. Bírom, akkor igen, mikor van nyolc el a vonal aztán. Ahogy azt kérem, hogy Dávid megnézze, lehet a utakat is módosítani. Hát az már inkább ilyen pályaszerkesztés. Jelleg. Nem tudom, milyen engine-nel zakatol ez. Ja. Ez az lehet. Na, oké, kérdés mivel? Na, a passengereim hapiek. Na, mi lejjön? Ezt a dalton. Kéne magyarosítani a busz megállók nevét is. Tényleg, minden utas leszállt, akit le akar szállni. Lehet, hogy kicsit hamar zártam be az ajtót. Az egyik megállónak azt a nevet kell adni, hogy Shop Lily Muff. Az. Na jó. Mindjárt nézem. Ez a legjobb, gyerekek, elvesztettem az indexemet. Elvesztettem indexemet. Szított anyád érte. Annak, akit megtalálok. BKV jegyet adok érte.
Enyém az egész sáv. Kus. Kus van, bus van. Kisajátítod. Ez magától értetődik. Na, VLC-k, hagyjatok békén. Vinampokat akarok. Lamákat. Mi lámákat akarsz az úttesten? Igen. Azok sokkal érzékesebb. Érzékletesebben jelzik ki, hogy... Már megint büntetést kaptam. Na, két perc. Még öt megálló kell kibírnatok, emberek. Most megvannak, megvan az összes busz megállónak a neve. Jó. Helyes. Tök jó, hogy vannak olyanok, amik ki vannak kommentelve, tehát akartak beletenni, de nem sikerült. Hát akkor engedélyezzük. Történjen már valami. Szóljál már rá, Morgan, mert már nem tudok mit kezdeni. Ó, és le lehet magyarítani a játékot. Vagy ennek van magyar verziója amúgy. Csak valami a Stelmona. Az English cöh maradt fent. A legjobb az, hogy ide van írva, hogy játék név Bus Driver, ne fordítsd le! Mi van? Mi? A Bus Driver, a játék nevét ne fordítsd le! Ezt ne fordítsam le! Miért a buszvezető az miért gáz? Nem tudom. miért ne fordítsd le? Mert hogyha lefordítod, akkor 7 nap múlva eljön szamara? Lehet. És akkor a Lada szamara. Akkor jön egy fekete Volga. Hát ide jön a Lada szamara. Igen. Vagy ez a bizonyos bagoly fog megérkezni, hogyha lefordítod a nevét. Rohadt. Ja, meg ez jó, mert beláthatatlan. Ezt a lagzek meg miért tűnt el? Igen. Merettem. És mit ettél? Főtt kukoricát. Ah, az finom, egészségedre. Köszönöm. Megészségedre. Melyik volt? Fédek rá, most! Igen. Mi? Hát ez nem derül ki. Nem. Vagy igen, tehát vannak a fordítások, amik... Vagy a Steam-esben vannak benne, vagy a nem, vagy a izé, vagy úgy, hogy külön kell feltenni. Amúgy ilyen, vagy a balansz is amúgy. Tehát... Tudjátok, annak van magyar változata. De a Steam-en veszed meg, akkor nincs. Hát van pár ilyen izé játék. De hogyha... Neked magyar a Steam. Gondolom. Igen. Nem vagyok hajlandóban. Akkor miért nem magyar? Mert rasszista. Figyelj, mondok egy jobbat. Amióta ugye ez az Origin megszűnt, meg hát van az EA Play, vagy mi a neve annak a cuccnak. Abban is volt régen magyar verzió. Megvan a Sims 2, és az ugye magyar verzió is készült hozzá. Igen. És még az Origin-nel, amikor magyar volt az Origin, akkor magyarul indított el a játékot. Utána
ugye ki kellett választani indításkor, telepítéskor, hogy milyen nyelven akarod futtatni a játékot. Az EA Play-nél meg úgy van, hogy ez nem létezik, tehát csak angolul tudod játszani a játékot, kivéve, hogyha a regisztrációs adatbázisba turkálsz. De jó, meg van magyarítva ez. Agyon van magyarítva. Úgyhogy az EA az így nagyon szépen megoldotta ezt a problémát, hogy hogyan idegeskedjenek a játékosok, hogy még nehezebben lehessen beállítani a dolgokat. Hát nehezben ezek van eszük. Igen. Ez van, meg pénzt elkérni van eszük. Mert EA. Mert megtehetjük. Mert EA. Miért akartok ennyien felszállni az utolsó megállóba? Kíváncsiadjénk, hogyha 99 utast írnék a megállóba, akkor vajon beakadna a játék? Hát engem is érdekelne, hogy akkor mi történne. Szerintem heringjárat lenne. Kilátszódnának az utasok a busz... karosszériáján keresztül? Igen. Én azon sírnék be, hogyha tépózba is szállnának be. Hülye beteg állat. Köszönöm. Groove Street. Home. Home. At least it was before I fucked everything up. Groove Street. Na jó. Oh, az igen, 137 utast vittem. 100%-ba időbe? Óóó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 
volt, hát nagyon pengén vittük most. Az igen, goldcsillagos és szint, aztán ilyen jól megy. Ja. Na jön a big event. Nem, most visszük ezt. Indiai busz. Gyerek, megint egy X-es járat következik. Ez az. Repülőtérről. Az X-es járatokat szeressük. Én hogy nem. Hogy tudtam úgy félreolvasni a mikrót, úgyhogy micro? Nem tudom, micro. De mi? Micro. Micro. Nem. Aj, ne. Valaki azt mondta mikro? Aj, nem! Aj. Igen. Hát is segít el, bassza! Rohadjatok meg a mikrótokkal! Mindig mikor hogy mondjátok, akkor garantált, hogy elcseszem. Látjátok, nem volt előbb említve egyetlen mikró sem, tökéletesen nyomtam. Szinte. Ez egy dong eurós járat, úgyhogy tessék itt izi. Dong eurós. Dong eurós. És vannak olyan játékos címen, ahol csak akkor nem kifejezetten a kulcsodban, magyar régió van, hová kulcsodban, akkor nem tudod berakni a magyar. Én akkor is berakom a magyarnak. Ja, vagy hát a magyar nyelvet. Na. Ahogy ez elég gáz az, igen, hogy vannak ilyen nyelvi korlátos. De majd azon gondolkodtam, hogy tehát az, hogy ezek akkor örülnek, hogyha balesetet csinálok, vagy kárt. De most mit tudom, én belemennék a TGV-be, akkor is örülnének. Az lehet. Ez az, megdöglök. Néno. Kösz! Appears. Amint Steamen választható nyelvek közt, olyankor nincs ott a magyar. Igen. Aha. Na most már azért szomorúak, de nem mérgesek. Vagy most már lehetnétek mérgesek, mert itt nincs megállás. Azonál vonaton?
Igen, ez az a návonat, ez végigmegy, és abba fog betolatni, ahova csak hová, akar. Ahova a legkevésbé számít. Igen. Ez az most már mérgesek. De ha gyere, már magyar nyelv, akkor meg eszembe jutott az, hogy az Age of 2. Steamen fönt van, és nincs hozzá magyarítás. Microsoft Games, sehol semmi magyar nyelv. Csak ilyen vacak gépi magyarítást találtam hozzá. Jaj, a gépi hát magyarítás az... Az AOL 2 HD-hez úgy van, hogy én Steamen találtam a műhelyben hozzá a magyarítás, bár hát ugye abban vannak ilyen legendásan elrontott cuccok, mint például a felrobbant kemence, meg ilyenek. Az igen. Felrobbant kemence. Felrobbant kemence. Igen. Az egyik a Blasting Furnace. Azt hiszem azt írta izének. Felrobbant kemencének. Az mi? Mi? Az előbb a kamera át Harry Potterezett. Ja, igen, ja, persze, tehát csak kanyarodás. Át Harry Potterezett. Ja. Így van. Mondta, hogy ablak a Devla, és akkor átment a falon. Ablak a Devra. Ablak a Devla. Nyeom. Gyerekek, most nagyon Forma 1-es üzemmódba megyünk. Mindenki kell. El kell fordítászni. Ez milyen? Amúgy pont meg akartam volna szólni, hogy na, most kéne valami Time Crisis, de valami ütőzzel, és akkor crazy bass. Az. Hát nem is annyira el kell, de azért legtöbb az jó volt, csak ez a... Egy-kettő olyan megkérdőjelzhető van, a többi az okés. Én azért sírnék, hogyha az Age of-ba olyat olvasnék, hogy a Sea Torna szereknél lejjebb. Na. Már. Na. Yes! Megint! Dori. Látjátok? Már tört megint. A tofu. Már mint a... Megtört a tofu. Az utasok. Hát jó, de látod most már milyen boldogok, dögöljenek meg. Hello, Gays. Hello, Gays. Az gyönyörű. Adjatok helyet. Adj helyet. Akkor is tovább jöttem. Na ez gyerekek, na ez volt az igazi Most Wanted-os útzár áttörés. Azonban már megint rartunk boldogok. Kezdjétek már elszomorodni, Dick. Szomorodjál el! Szomorodjunk el! Hangosban mondod, bemondod. Kedves utasok, szomorodjatok meg! Igen. Kedves utasok! Igen. Az igen! A két ren... az igen, gyönyörű helyen álltok. Nagyon ügyesek vagytok.
Hozom mindenkire az infarktust. Én mindig boldogok, hogy tögöljenek meg. Itt a sok világ. Igen. Oh my god! Oh my god damn it! Oh. Az igen, azt figyeljétek azt az előzést. Nice. Ugyan csonki előzés. Ez jó az! Most már ilyen is van? Szóval van. Ez kész. Mint a fizika házi. Akár. Hát ez igen. Na, mission complete. Na jó, hát. Ez csak bronz csillag. Hát azt a mocskos, azt figyeljétek a térképet. Az nice. Ez egy kicsit hosszú. Jó, egy hát kicsit... meghagyom a következő alkalomra, úgyhogy szerintem ennyi volt akkor ennek a buszozásnak, de ne menjetek messzire, mert nem sokára még jön más is. Igen, Balázs elő fogja szedni a Crazy Bust. Igen. Na, úgyhogy utána nem... Utána megjön a Desert Bust. Úgyhogy... Igen, utána meg a Cake Bust, meg a Torta Bust. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt megnézte. Hát ez igazán sok Best of pillanatos szülős izé volt, stream. És... Na menjetek messzire. Addig is sziasztok! Hello! Jó!